A kultúra után lépjünk át a tudomány világába, folytassuk stúdió beszélgetéseink sorát. Tisztelettel köszöntöm stúdiónkba dr. Papp József tanárurat, főiskolai docenst, a Magyar Modernkori Történelmi Tanszéknünknek a tanárát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És hát a legfontosabb talán, amiről most beszélni, vagy az elején, amiről beszélni szeretnénk, ami az indokot adta a meghívásra, hogy hát a napokban fejeződött be a főiskolán a TDK, és hát az én információim szerint elég szép számmal jöttek a nevezések, és elég szép számmal érkeztek dolgozatok. Milyen benyomása volt a tanár úrnak, mint a TDK-t felügyelő tanárnak? Hát az első alapvető benyomás az valóban az volt, hogy nem csökkent a tudományos diákköri munka iránti lelkesedés a hallgatóink körében, sőt azt lehet mondani, hogy ez mintha növekedne is. Bár ugye majd az eredmények ezután következnek, hiszen a dolgozatainkat továbbjutásra javasoltuk az országos fordulókra, és reménykedünk benne, hogy az utólagos opponenciák is úgy értékelik, hogy ezek a dolgozatok valóban országos szintre érdemesek. Tehát a számok azok akkor lesznek összehasonlíthatóak a korábbiakkal, mint az eredményekkel, hogyha le is zárul ez a TDK folyamat. De mindenféleképpen örvendetes tény, hogy növekszik a hallgatók érdeklődése. Itt persze kell ezelőtt Kistóth Lajos rektor helyettes úrral a nyílt nap kapcsán éppen erről beszélgettünk, hogy az utóbbi éveknek a hagyománya már, hogy az egyetemekkel szinte egy szinten vagyunk, de a főiskolák közül mindenképpen a legjobb eredményeket elérő között van az EGRI főiskola, a tudományos diákkörű dolgozatokat tekintve, és hát ez egy valóban egy jó pont az intézménynek. Ilyenkor mindig fölmerül az emberbe az, laikus szemlélődő lévén a témában, hogy vajon mennyire tükrözik ezek a dolgozatok a körülöttünk zajló világot? Mennyire vannak a hallgatóink kapcsolatban vele, tehát mennyire reagálnak a világunkra a dolgozataikkal, legyen szó bármilyen tantárgyról? Hát nyilvánvalóan alapvetően a hétköznapi világhoz való kapcsolat azoknál a tudományterületeknél kézzelfogható, amelyek a napjaink eseményeivel foglalkoznak, például a médiához, a informatikához, a politológiához kapcsolódó témakörök. Ezek akár a legaktuálisabbak is. De hát ugyanígy mondhatjuk a környezetvédelmet, vagy ugyanígy mondhatjuk a művészeteket, hiszen azokban mindenképpen az tükröződik, ami zajlik körülöttünk. Igen, hát vagy például az Egerfood kutatási projekthez kapcsolódó ugye, dolgozatok, azok kifejezetten olyanok, amelyek a hétköznapi életben is hasznosítható eredményeket hoznak. Hát a többi tudománynál, tehát amelyek nem ilyen napi kérdésekkel foglalkoznak, ott viszont az mondható el, hogy a dolgozatok témái azokhoz, a témákhoz illeszkednek, amivel a tudományág napjainkban foglalkozik. Tehát rendkívül magas szintű kutatások folynak. Tényleg ilyen hallgatóink körében nagy magas szintű kutatásokat folytatnak. Ehhez mindenképpen azt kell, hogy napi szinten legyenek információ közelben. Hát igen, végülis a tudományos diákköri munkának csak az egyik fele a hallgató, talán a legfontosabb fele, bár ilyet nem lehet mondani, de ott van nyilvánvalóan mellett a tanár, ugye, aki hát irányítja a téma kiválasztásában, segíti a diákokat, és végül is a tanári kompetencia körébe tartozik ennek az aktualitásnak a meghatározása. Hát sok múlik az opponensen. Milyen visszajelzéseket kapott tanárul a szekciókból? Milyen értékeléseket adtak? Tegnap volt egy ilyen Főiskolai Tudományos Diákköri Bizottsági ülésünk, ahol a négy karnak a diákköri vezetője elmondta, hogy hogyan is zajlott a karokon a tudományos diákkör, és végül is mindenki megerősítette ezt az általános érzületet, hogy magas szintű dolgozatokat mutattak be hallgatóink nagy számban, és ami még különösen fontos, hogy az érdeklődés is jelentős volt, tehát gyakran találkoztunk olyan
olyan jelenséggel, hogy a termek, ahol rendezték a tudományos diákköri versenyeket, megteltek érdeklődő hallgatókkal. Saját területéről mit emel neki? Mai modern történelemről van szó, magyar történelemről, gondolom. Hát amivel mi foglalkozunk, vagy legalábbis amivel az én általam vezetett hallgatók foglalkoznak, az elsősorban a 19.-20. századi magyar történelemből a társadalom történeti rész, tehát ilyen nemzetiségi, etnikai, vallási problémákat jártak körül a hallgatók egy-egy település kapcsán, és rendkívül érdekes. Sőt, a nemzetiségi kérdés kapcsán még azt is mondhatnám, hogy aktuális megállapításokat tudtak tenni. Tehát kifejezetten érdekes dolgozatok. Akkor ígéretesek ezek a dolgozatok. Igen, ígéretesek a dolgozatok minden tekintetben. Tehát még a történelemről is azt tudom mondani, hogy igen, ígéretes dolgozataink születtek. Tanár úr, itt beszélünk arról, hogy a diákok mit kutatnak, hogy kutatnak, milyen szinten kutatnak, de hát azért a tanárokról is szót ejthetünk. Itt céloztunk rá, hogy az opponensen sok múlik. Szerencsés minden bizonnyal az a diák, aki önhöz kerül, hiszen egy frissen elismert fiatal kutatóról van szó. A napokban vehette át a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságától a fiatal kutatóknak járó elismerést, kitüntetés. Egyik társa percekkel ezelőtt volt itt, aki szintén ezt kapta. Erre külön büszkék vagyunk, hogy Egerből ketten is érdemesültek erre. Gratulálunk az elismeréshez. Tanár úr, ha saját maga ítélne, mire kapta meg? Hát most erre azt tudom mondani, hogy bizony tehát erre a saját kutatási, igen, tehát a saját kutatási területre, mert hát kapcsolódnék egy kicsit ehhez az egész TDK-hoz. Amikor én a pályán indultam, akkor végülis az első lépés számomra tudományos diákköri tevékenység volt, és akkor ilyen 19. század közepi magyar társadalomtörténeti kutatásba fogtam bele, ami végül is a doktori disszertációmnak lett az alapja, és az utóbbi időszakban, már egy jó 3 éve a dualizmuskori magyar országgyűlési képviselőkkel foglalkozom, ezeknek a specialitásait, ennek a társadalmi csoportnak a specialitásait elemzem, és hát ehhez kapcsolódó publikációkat ítélték olyannak, hogy megfelelő a díjhoz. Hová helyezi az életében ezt az elismerést? Milyen polcra kerül? Mit jelent ez a díj önnek most? Hát mindenféleképpen jelentős elismerés, tehát egy futó életpálya szempontjából egy jelentős határpont. Nyilvánvalóan nem végpont, legalábbis remélem. Semmiképpen. Egyik legkomolyabb elismerésem, amit kaptam, mondjuk emellé, vagy tehát emellé a tavaly megkapott Bolyai ösztöndíjat raknám, és akkor mondjuk így ez így a kettő így a szinkronban a legjelentősebb elismerések közé tartozik. Azért csak ösztönzik arra, hogy jó úton jár, jó úton halad, és érdemes tovább menni erre felé. Hát ezek a pozitív visszajelzések nyilvánvalóan fontosak fiatal és idősebb kutató számára is, hát ezek mutatják valóban az iránynak a megfelelő voltát, és hát viszonylag ritkán jönnek ilyen elismerések, azért ezek egy kis önbizalmat adnak az embernek, hogy jó úton jár. Inspirálja esetleg ez arra, hogy egy új kutatásba kezdjen bele, vagy most egy folyamatban van, amit most arra ösztönöz, hogy akkor mélyebben el kell indulni ebben is tovább vinni? Hát most, ami fut, tehát ez a dualizmuskori képviselők, ez még egy 2-3 évig eltart. Tehát ez egy futó, elég jelentős munkával együtt jár ugye, a kutatás, ebből most nem kell kilépni. Hát az irány az jó, tehát maradni kell a társadalomtudományokon belül, ugye a társadalomtörténet kutatásánál, és hát jó témákat kell a későbbiekben is találni, majd 3-4 év múlva. Bízunk benne, hogy ez sikerülni fog. Tanár úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, még egyszer gratulálunk, és sok sikert kívánunk. Arról beszéltünk, hogy a hallgatóknak gyakorlatilag példát mutatnak azok a
opponensek, tanárok, akik kutatásukkal elismerést szereznek. Akkor egy hasonló példa, annyiban hasonló, hogy van egy közösség a főiskolán, aki ugyancsak megérdemli a figyelmet. 5 éve dolgoznak együtt, ez az Egres Néptánc Együttes jövő héten ünnepli az 5 éves évfordulóját egy nemzetközi gálával. Tartson most velünk, tanár úr, és fogadj el köszöntőnek az egyik gálaestjükből egy széki legényes táncokat tőlük. Nézzük meg ezt, és ezzel hívjuk fel a nézőink figyelmét is arra, hogy jövő hét végén a Gárdonyi Géza Színházban egy nemzetközi gálán fogunk ünnepelni majd. Következzék a tánc.